Marosány György vezetőedzőt kérdezem. 30-27, ugye ez lett a vége, drámai csata volt, hogy élted meg? Igen, egy jó hajtós mérkőzés volt. Én úgy gondolom, ez a Szent István építők egy jó gárda. Azért most a héten a junior kupába, országos junior kupába kiejtették az NB1-es Debrecent, legjobb négyben ott vannak, mindenképpen tiszteletre méltó az ő szereplésük. Eddig gondolom az első félidőben egy komoly hullámvölgybe kerültünk, de ez mutatja a csapat erejét, azt, hogy a második félidőben újjá tudtunk születni, és megkockáztatom, sok szép győzelmünk volt idén, de talán lehet ez a legértékesebb, amikor nem csak az ellenfelet, saját magunkat is le tudtuk győzni. Természetesen ebben munka van, tehát ez a mindennapokat is így éljük, hogy kitűzzünk valami célt, mindent megteszünk annak érdekében, hogy bejöjjön. Első félidőben is megvolt az akarás, küzdés, nem jöttek be a dolgaink, de kiváló emberek vannak ebben a csapatban, akik szépen elhitték már az elmúlt hónapokban is, hogy ők erre képesek, amit én kérek tőlük, és amiért dolgozunk, és sikerült ezt a második félidőben érvényesíteni. Zsidák Katicát kérdezem a mérkőzés után. Egyrészt azért, mert jól látható volt, hogy nagyon fontos pillanatokban tudtál helytállni és lendületet adni a lányoknak. Milyen volt ez a mérkőzés, hogyan jellemeznéd? Hát úgy gondolom, hogy nagyon viszontagságos volt. Az első félidő nem úgy sikerült, ahogy terveztük. Ezt a két pontot mindenféleképpen meg kellett, hogy szerezzünk ahhoz, hogy tudjuk tartani a céljainkat. Úgyhogy a második félidőben úgy jöttünk ki az öltözőből, hogy itt a két pontot nem vihet el az ellenfél. Úgyhogy szerintem 180 fokot fordult a csapat, és gőzerővel mentünk a második félidőnek, és megmutatkozott a csapat egység. Én úgy láttam fölülről, hogy a legnagyobb dolgod a szünetben lehetett az öltözőben, amikor ugye 6 gólos hátrányban voltatok. Mit kellett akkor tenni? Mi volt a legfontosabb mondandód? Hát nézd, igazából ilyenkor mindig arra gondol az ember, a laikus, hogy ordítás, dorgálás, hogy mondom, tehát én tudom, hogy ez a csapat azt akarja, és az, amit megbeszéltünk, és tudja azokat a dolgokat, hogy ki kellett javítani azokat a hibákat, illetve tehát érzelmeket rendbe tenni, nyilván ne görcsöljünk be, tehát én azt mondom, hogy én nekem egy edzőnek 60-70 százalékos pszichológusnak kell lennie. Ez a gárda pedig alkalmas arra, hogy én, amiket szakmán kívüli pszichológiai dolgokat mondok nekik, azt elültesse magába, és újra higgyen magába. A 15 perc a mesvédő végén éreztem, hogy nem hiszünk magunkba, ami gond, de kijöttünk a második félidőbe, és gyönyörű szépen azt csináltuk, amit kértem. Azt hiszem, ebből lehet építkezni a folytatásra nézve. Mit érzel a hátralévő időre? Mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy a második félidei játék, mind támadásban, mind védekezésben a jövőre nézve nagyon pozitív volt, úgyhogy ezt a játékot kell megőrizni, és akkor bárhol elhozhatjuk a két pontot, itthon meg mindenkit meg kell várni.